A bonyhádi lomtalanítás az mindig úgy van, hogy amikor egyébként is viszik a kommunális hulladékot, akkor kerül elszállításra a lomhulladék is. Tehát ha valahol hétfőn szállítják a szemetet, akkor a lomtalanítás is ugyanakkor történik, ugyanazon a napon. Bizonyos hulladékokat nem szállítanak el a lomtalanítás során, mint például autóalkatrészek, akkumulátor, gumiabroncs, nagyobb elektronikai berendezések, háztartási gépeket, veszélyes hulladékokat. Ezeket a hulladékokat a bonyhádi hulladékudvarban lehet leadni, mely a gyár utca végén található. Szűnnap csak vasárnap és hétfőn van, tehát a hét bármely napján nyitvatartási időben leadhatók ezek a hulladékok, amik a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra. A hatékonyabb munkavégzés és helyhasználás véget kérjük a lakosokat, hogy a nagyobb bútorokat szétszerelve helyezzék ki, illetve a zsákokat és a dobozokat csak olyan mértékben pakolják meg, hogy az kézierővel mozgatható legyen, illetve semmilyen olyan veszélyes anyagot ne tartalmazzon, ami árthat esetleg a munkásoknak, például üvegdarabok vagy savak, lúgok, ilyesmik ne kerüljenek bele. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 3 újabb üveggyűjtő ponttal bővült a város szelektív gyűjtő szigethálózata, melyek a Forberger utcában, a Rákóczi utca mögötti parkolóban található, illetve a Rákóczi és a Dózsa-György utca kereszteződésében és a Fáy lakótelepen a Bölcsödével szembe kerültek ki új hulladékgyűjtő edényzetek. Arra kérjük a lakosságot, hogy ebbe csak és kizárólag üveghulladékot helyezzenek, ugyanis gyakran tapasztaljuk, hogy ide lomokat, háztartási hulladékot, bontási hulladékot is elhelyeznek, mely plusz költséget jelent a város számára, és ugye hát látványnak sem túl szép. Gond szokott lenni továbbá az is, hogy korábban, illetve később rakják ki a hulladékot, ezért figyeljenek arra, hogy az adott nap reggel 6 óráig kerüljön ki a lomhulladék. Az nem baj, ha már az előző este kirakják, de hetekkel előtte ne tegyék ki. Figyeljék a hulladék szállítási napot, mert utólag már nem szállítják el a feleslegessé vált holmikat.